Veszprémi érseki hittudományi főiskolán tartják meg évről évre a hitoktatók lelki gyakorlatát. Felker Zsolt atya egy éve vezeti a Főegyházmegye Hitoktatási Bizottságát. Ez az egy év azzal telt, hogy figyeltünk a jobbítás, a megújulás reményében. Ebben nagy segítségemre volt, és nagy segítségemre van Tisztartó Dávid, a hitoktatási iroda vezetője. És hát ugye most így az év végén, a 2016-os évnek a végén, mindahogy minden évben is hitoktatói lelki gyakorlatot tartunk. Erre a hitoktatói lelki gyakorlatra meghívtam főtisztelendő Marton Zsolt, a Budapesti Papnevelő Intézet rektorát, hogy tartsa meg ezt a lelki gyakorlatot. És hát bízom benne, hogy ez a lelki gyakorlat a hitoktatók számára úgymond kikapcsolódás lesz. Ez a kikapcsolódás nem értendő félre. Ez a kikapcsolódás arról szól, hogy a mindennapi munkából, a mindennapi feladatokból, ugye az ember a tarsójából, az erszényéből, szívéből, lelkéből ad a hitoktatásban a gyermekek részére, a tantestületben a kollégáknak, és hát kimerülés, fáradtság jelentkezik. És ilyenkor nagyon fontos arra figyelnünk, hogy a hitoktatóknak is meglegyen a kis elvonulása, ami persze nagyon nehéz, így látva, hogy nem mindenki tud maradni végig, családi, különböző programok miatt, elfoglaltság miatt, de én bízom benne abban, és a Szentmisét is azért ajánlom fel, hogy mind a távol lévő hitoktatók, mind pedig az itt lévő hitoktatók lelkiekben megújuljanak, felerősödjenek, hogy a következő feladatok, a rájuk váró következő évben a feladataikat teljesíteni tudják, teljes erőbedobással, és itt ez egy lelki megújulás legyen számukra. A lelki gyakorlat vezetőjét a papnevelésben szerzett tapasztalatokról, valamint a hitoktatóknak tartandó lelki gyakorlatról kérdeztük. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást Érsek atya részéről, illetve a Zsolt atya referense részéről. Mindenképpen van párhuzam, hiszen a papok, akiket mi készítünk, hogy pappá legyenek, ők is részben lesznek hitoktatók, de ugyanakkor hitoktatóknak a főnökei, munkatársai. Nagyon fontos, hogy a hitrenevelés, hitátadás mesterségét, már ennek az alapjait elsajátítsák a szemináriumi kispapi évek alatt, és megtanulják azt, hogy hogyan lehet jó világi munkatársakat nevelni, illetve velük együttműködni, hitoktatókkal, lelkipásztori kisegítőkkel. Ez lesz a felelősségük és örömteli feladatuk, az egyik fő feladatuk a papi eljövendő életükben. Hát azt próbáljuk és szolgáljuk, hogy erre készítsük őket föl a Központi Papnevelő Intézetben is, itt Budapesten. Meghívtak erre a lelki gyakorlatra. A lelki gyakorlat az benne van a nevében, egy kicsit gyakorlatoztatni a lelkünket, az azt jelenti, hogy fölfrissíteni, megújítani a hitünket és az életünkkel újra összekapcsolni, más kapcsolatokat, más kötéseket kialakítani, és én ezt így szó szerint veszem, hogy lelki gyakorlat, vagyis az Isten kapcsolatról szeretnék szólni, a fele baráttal való kapcsolatról, illetve hogy picit az önnevelésről. A héber nyelvben a személyes névmások ragozása pontosan fordítva kezdődik, mint a magyarban. Nem úgy kezdődik, hogy én, te, ő, hanem ő, te, én. És ennek van teológiai mondani valója, hiszen ő az első, az Isten. Utána vagy te, az én embertársam, és aztán vagyok én. Persze a három összefügg egymással is, és kölcsönhatásban van. Így szeretném fölépíteni az üzenetet, amit remélhetőleg Isten rajtam keresztül tud mondani, hogy először ővele próbáljuk megnézni a kapcsolatunkat. Szükség van az újból és újból való hozzávaló megtérésre, az Isten kapcsolatra, az imádságra, a Szentírás újraolvasására, az eukarisztia vételére, tehát hogy milyen erőforrásaink vannak, amik ő hozzá vezetnek. Aztán utána megnézzük a fele barátot egy picit. A megbocsátásról, az irgalomról szeretnék beszélni, a tékozló fiú történetét egy kicsit
pszichodramatikus módon is megközelíteni lélektanilag, de lelkiségi, teológiai szempontból is, mit jelent a megbocsátás, megbocsátani tudás, illetve egy kicsit az önnevelésről, és hogy milyen példaképeink lehetnek. Itt gondolok Boszkó Szent Jánosra, mint egy zseniális pedagógusra, vagy a közelmúlt szentjeiből, Szent 23. János Pál pápára, Szent 2. János Pál pápára, és aztán utána az őtején fölépítést követően pedig a kicsit a közösségről szeretnék, hiszen nem csak egy papnak, de hitoktatónak, lelkipásztori munkatársnak nagyon fontos, hogy közösségben, most az EU, az EB napjaiban hangzik el ez, hogy csapatmunkában dolgozni, hogy megtanuljunk egymással összedolgozni, plébános, káplán, a hitoktató kollégákkal, kolléginákkal, és viszont, és hogy mit jelent egységben lenni, kicsit az egységről, az egységépítéstől, és aztán az örömről, az ünnepléstől, hiszen nem csak a munkában, hanem az örömben is együtt szeretnénk lenni. Hát ez a vázlata annak, amit szeretnék átadni a kedves hitoktató kollégáknak. Most kezdődik a Földház megye hitoktatóinak lelki gyakorlata. Milyen fontos üzenete van egy ilyen lelki gyakorlatnak? Nagy megtiszteltetés részemre az, hogy a hitoktatók előtt állhatok, és velük együtt kezdhetjük a Szent Misére lelki gyakorlat előtt, hogy a Szentlélek hívásával. Tulajdonképpen az egész lelki gyakorlatnak is így mondanám a mondani valója, talán mondhatom az elmélkedésnek is, az, hogy a hitoktatónak örülni kell. És ezt az örömet kell sugározni, hiszen az evangélium tanítását adja tovább. Hogy ezt példával tudjam illusztrálni, elmondok egy példát, amely egy edényről szól. Az edény, ha megtelik az eső vizével, akkor tele van. Így vagyunk mi is az ember az életében, hogy a lelkünk egy edényhez hasonlít, amelyet Isten megtölt kegyelmével. És hogy az edényből az a víz kicsordul, akkor igazából az örömünk tovább megy, és mások felé is ebből az örömből tudunk meríteni és adni. Sajnos a mai világ azt látjuk, hogy nagyon sok reklámot kínál fel az embernek. Ilyenkor mindig az edény mindig megnövekszik szinte, és nem tud betelni. És ilyenkor nem tud tovább csordulni, nem tud tovább adni önmagából. És ilyenkor az ember boldogtalan lesz. Egy hitoktatónak pontosan boldognak kell lenni, és ez a boldogságot tovább kell adni az Isten üzeneteként. Egy rabbinisztikus gondolat is jutott az eszembe egyik elmélkedésben, amikor azért imádkozik velük, hogy Uram, add, hogy olyan legyek, mint Ábrahám. És akkor azt mondja neki az Úr, nem, már Ábrahám volt, én most rád számítok. A lelki gyakorlatnak is legyen ez a témája, hogy rád számít, mint hitoktató az Isten, rád számít, hogy ezt az örömet, ezt a túlcsordulást továbbadjad. Ehhez fogom kérni a hitoktatókkal és paptestvérek együtt a Szentlélek kiáradását. Minden évben igyekszem eljutni a lelki gyakorlatra. Azt gondolom, hogy egy tanév végén jól esik mindenkinek egy kicsit megpihenni, illetve átgondolni az egész évet. Itt most a Szentmisén a Károly atya egy nagyon jó prédikációt mondott arról, hogy meg kell őriznünk a lelkesedésünket, illetve hogy egy hitoktatónak milyennek kell lennie. És ő azt a hasonlatot használta, hogy olyannak kell lennie, mint egy sasnak. És így tanév végére ezt érezzük, hogy ez a sas elég alacsonyan repül, tehát nagyon elfáradtunk, főleg az adminisztrációban, vagy itt az év végére már a gyerekek is fáradtak voltak, és nagyon jó dolog újra feltöltődni, és mindig ezért jövünk el ilyenkor a lelki gyakorlatra. Ugyan 3 évente lenne kötelező a hitoktatóknak, de azt gondolom, hogy a tanév végén ez mindenkinek egy jó leső 3 nap. Én a Pápai Esperesi Kerület hitoktatóinak vagyok a koordinátora, és minden évben találkozunk egyre több adminisztrációval. Ezt általában az államfelekkel szolgáltatnunk, de igazából az egyház megye fele is tartozunk bizonyos elszámolásokkal. Én egy nagyon jó kerületet vezetek, tehát én a pápai hitoktatókkal nagyon jó munkakapcsolatban vagyok. 18 hitoktató tartozik alám,
és igazából azt kell mondanom, hogy mindig időre, határidőre leadják az adminisztrációkat. A változást azt könnyen fogadták, illetve azt kell mondanom, hogy nagyon hamar átálltak a hitoktatók. Igazából a kötelező hit és elkölcstan az, ami ugye az idei tanévben már 6 osztályban működött, a következő tanévtől szeptembertől pedig felmenő rendszerben mind a 8 év folyamon működik. Én úgy tapasztalom, hogy a gyerekek szívesen választják a hittant, illetve a statisztikák is azt mutatják, hogy a gyerekek többsége a katolikus hit és elkölcstant választja az etikával szemben. És mit tudunk adni nekik a hittannal az erkölcstan ellenében? Én azt gondolom, hogy a hittannal, tehát egyrészt van az, amit azt mondunk, hogy a tananyag. Tehát ez ugye minden évfolyamon más és más, tanítunk egyháztörténelmet, tanítunk dogmatikát, készítjük őket a szentségek felvételére, de valahogy az a tapasztalat, hogy a gyerekeket meg kell nyerni az ügynek. Tehát ha olyan hitoktatók vannak az egyházmegyében, akik lelkesíteni tudják a gyerekeket, vagy valamilyen szempontból vonzóak, hogy a gyerekek a hittant válasszák, akkor az nekünk mindenképpen jó. Tehát ahogy egy iskolába beiratnak egy kisgyermeket, és a szülők általában a tanítónénit választanak, én azt gondolom, hogy a hitoktatónak is vonzónak kell lennie ahhoz, hogy a gyerekek szívesen járjanak hittanra, és amivel küzdködünk sokszor, hogy a megfelelő közösséget adni nekik, ahol jól érzik magukat. És én azt gondolom, hogy a tananyagon túl nagyon jó, ha énekeket tanulnak, ha játékokat tanulnak, és ha egyáltalán jól érzik magukat ott, ahol vannak, abban a 45 percben.